Sziasztok, Ocella Eszter vagyok, IFBB Bikini Pro versenyző, a Biotech USA szponzorált sportolója. Ezt a videót azért alkottuk meg, és azért is született meg az ötlet, hogy létrehozzuk számotokra, mert maradt egy pár megválaszolatlan kérdés az álomból valóság roadshow után, úgyhogy ezeket igyekezzük majd most megválaszolni. Az álomból valóság roadshow, azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúlt, legalábbis ami engem illet. Én tényleg nem számítottam ennyi érdeklődőre, ennyi érdeklődő szempárra és kedves emberre, aki összegyűlt az egyes helyszíneken. Mind a négy helyszínen több mint 100 ember tisztelt meg a figyelmével, ami egy óriási élmény volt és egy óriási megtiszteltetés és egy nagyon-nagyon jó visszacsatolás, azt gondolom, nem csak nekem, hanem az egész Biotech USA csapatának, hogy érdemes egy ilyet létrehozni, érdemes egy ilyet megszervezni. Volt nagyon sok kérdés, igyekeztem legjobb tudásom szerint mindegyikre válaszolni, bár nyilván a legtöbb kérdés inkább személyes jellegű volt. Elmeséltem az én élettörténetemet egészen onnan, hogy a kiskoromat, az első iskolás éveimet hol töltöttem, hogyan indult ez az egész sporthoz fűződő szeretet, és aztán hogyan nőtte ki magát egy profi versenyző életévé és életpályájával, úgyhogy nagyon örültem, hogy ennyire befogadóak voltatok. Na de most térjünk át a kérdésekre, ugyanis maradt egy pár megválaszolatlan kérdés, illetve nem is maradt, hanem úgy gondolom, hogy azoktól érkeztek ezek a kérdések, akik nem tudtak részt venni ezen a roadshow-on. Úgyhogy most ezt a pár kérdést fogjuk megválaszolni a következő néhány percben. Az egyik kérdés, ami egyébként nagyon-nagyon gyakran elhangzik, mi volt a legnehezebb a felkészülés alatt? Aki nem versenyző, annak ez a mi volt a legnehezebb kérdés, ez így pár dologra így leszűkül, mondjuk az étkezés, a sport, a nem tudom, a sok kardió, de mindig el szoktam mondani, hogy az én életemhez ezek egyébként alapból is hozzátartoznak, tehát én nagyon szeretek edzeni, nagyon szeretek sportolni. Egy versenyfelkészülés alatt, mert pedig ha az ember jól akarja csinálni, akkor ez elengedhetetlen, szinte minden perc be van osztva reggeltől estig, ugyanakkor kelsz, ugyanakkor fekszel, és napközben is igazából végig fókuszban kell lenned, hogy mikor eszel, mikor főzöl, mikor dolgozol, mikor vagy a családoddal, mikor kardiózol. Tök mindegy, hogy hétfő van, vagy épp vasárnap dél, ugyanúgy telik az összes nap, és nagyon-nagyon ritkán van az, hogy mentálisan így ki tudsz engedni, és nem kell folyamatosan fókuszban lenned, úgyhogy ez engem azért megszokott terhelni. A másik legnehezebb dolog pedig az, hogy a szociális életem ilyenkor azért nem a legnagyobb magaslatokban jár, hogy szépen fejezzem ki magam. Nyilván próbálok ilyenkor is elég időt tölteni a családdal, a barátokkal, a szerelmemmel, a tesómmal, de nyilván nem olyan minőségi idő ez, mint akkor, amikor az ember nincs felkészülés közben. Nyilván én sehol nem tudok velük egyet enni, sehol nem tudok velük meginni egy pohár bort, nem tudok éjszakában nyúló programokon részt venni, családi ebédeken, mondjuk egy karácsonyi vacsorán, vagy egy húsvéti ebéden, amit megfőz a kis kezével a nagymamám, azt én nem tudom elfogyasztani, és bármennyire is tudják ők, hogy ez egy bizonyos cél érdekében történik, azért sokszor látom a szemükben, hogy ez egy fájó pont nekik. A következő kérdés, mennyi a súlykülönbség nálad on és off szezon között, illetve szerinted mi az ideális súlykülönbség? Hogy mi az ideális súlykülönbség, az szerintem nehéz lenne. Most én hölgyek esetéről beszélek inkább, mert férfi testépítőknél azt gondolom, hogy ez elég szerteágazó. Én most a bikini kategóriáról próbálok beszélni, azt nem tudjuk megmondani, hogy mi az ideális, mindenkinek más az ideális. A legutóbbi színpadi súlyom az 56 kiló volt, jelenleg pedig 60 kiló vagyok, ez azt jelenti, hogy 2 hónap alatt körülbelül 4 kiló jött föl. Nyilván van olyan, hogy 59,5 vagyok, van olyan, hogy 60,3, tehát inkább egy olyan 3,5-4,5 kiló között tenném a pluszt, ami visszajött a legutóbbi versenyformám után. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mentálisan is tudj adaptálódni a változáshoz, tehát illetve ahhoz, amit a tükörben látsz, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ne szedj vissza 1-2 hét alatt 15 kilót, mert sem a szervezetednek nem teszel ezzel jót,
sem pedig a mentális egészségednek, ugyanis nyilván ilyenkor a szem megszokja azt a szárazságot, azt a testet, amit ugye a színpadra viszel. Hosszú hónapokig, hetekig ugyanabban vagy, ugyanúgy nézel ki, az összes ruhában dagadnak az izmok, kockás a hasad, eres akarod. Az én szemem is megszokja ezt, és bár azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a legszebb formám, az én szememnek legalábbis, amit a színpadra viszek, mégis megszokja a szemem, és egy idő után már normálisnak látom, és ezt látom, úgyhogy hát igen, egyébként én így nézek ki valójában is, ilyenkor mindig próbálom magamat emlékeztetni, sőt olyan szinten, hogy már az én barátom is megszokja, és ő is úgy van vele, hogy hát egyébként én így nézek ki, és ilyenkor mindig próbálom mondani neki is, hogy tudod, hogy egyébként én nem így nézek ki valójában, én úgy nézek ki valójában, ahogy most. Nyilván tudok ettől is egy kicsit vékonyabb lenni, ettől is egy kicsit vastagabb, de hogy valójában az én egészséges hétköznapi formám az olyan 58-60-61 kiló körül mozog, testednek és a lelkednek is jobbat tesz az, hogyha odafigyelsz arra, hogy mit, mikor és hogyan eszel, akkor is, hogyha nem on szezonban vagy. Volt egy ilyen, hogy mi a véleményed a vízhajtásról, egy ilyen kis rövidke. Az évek során, ahogy jobban megismertem a testemet, ahogy jobban beletanultam ebbe a sportba, ahogy megkaptam a profi kártyámat, és már profi versenyzőként űztem a testépítést, rájöttem, hogyha megfelelően le van diétázva, bikini kategóriáról beszélünk továbbra is. Tehát, ha megfelelően le vagy diétázva, akkor nem kell vízhajtás feltétlenül. Profi versenyzők, egyébként profi bikinis lányok, bárkit megkérdezel, nagyon-nagyon kevés lány van, aki még vízhajtást úgymond választ az utolsó napokban. Mit gondolsz a reverse dietről? Elmondom gyorsan, hogy ez egyébként mit jelent. A reverse diet ez az a diéta, ami a versenyfelkészülés után, a versenydiéta után következik, úgymond egy visszavezető diéta. Erről én korábban úgy vélekedtem, hogy egyáltalán nem fontos, nem is alkalmaztam, nem is tartottam igazából egy olyan dolognak, ami fontos lehet egy versenyző életében, és az utóbbi időben egyébként tökre megváltozott, és teljesen átértékeltem ezt az egész fogalmat, és ennek az egész dolognak a mechanikáját. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos egy reverse diet, és nagyon-nagyon jót teszel a szervezetednek, és a mentális egészségednek is azzal, hogy nem egyből elkezdesz mindenfélét össze-vissza zabálni egy versenyszezon után, és úgy lenni vele, hogy na hát most már aztán bármit megehetek alapon, bármit megeszel, mert hosszú távon semmi értelme. A szervezeted is, a gyomrod is sokkal kevésbé fogja tolerálni, mint ahogy azt te hiszed. Talán ez is a titka annak, hogy jelenleg nem 15 kiló pluszban vagyok az utolsó versenyem után, hanem mondjuk 4 kiló pluszban. Ez egy hosszabb kérdés, de a lényege ez egyébként így hangzott, hogy mit javasolok kezdő versenyzőknek, akik még életükben nem álltak színpadon. De az első és legfontosabb talán nálam az, hogy legyél nagyon-nagyon magabiztos. Tehát rengeteg olyan versenyen voltam már, ahol a backstage-ben megláttam a lányokat, és azért a fennben, hogy Jézusom, mindenki brutál durván néz ki, mindenki gyönyörű, csomóan izmosabbak, mint én, csomóan jobban néznek ki, mint én, nem fogok nyerni, stb. És amikor felálltak a színpadra, és mondjuk nem volt jó a rutinuk, nem volt jó a mozgásuk, nem tudták magukat úgy prezentálni, a fizikumukat a legelőnyösebb oldalról megmutatni, akkor így teljesen megváltozott az előzőleg alkotott kép róluk, az előzőleg alkotott vélemény, és nagyon sokszor egyébként olyan lány nyert, akinek így a fizikumáról azt mondtad volna, hogy jó, jó, de valószínűleg nem a legjobb, de olyan szintű magabiztosságot sugárzott a színpadon, és annyira profi volt az egész színpadi jelenléte, a rutinja, hogy egészen egyszerűen nem tudtál más nézni, és nem tudták a bírók sem másnak adni, úgymond az első helynek járó díjat. A második talán az, hogy mindig maradj fókuszban, ugyanis nagyon-nagyon könnyű ilyenkor elveszíteni a fókuszt, ugyanis rossz dolgok történnek nyilván a versenyfelkészülés közben is, akkor sem áll meg az élet, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz nem kizökkenni és nem szem elől téveszteni a célt. És talán még egy dolog, hogy amiben egyébként én is sokszor beleestem, egyébként még talán ma már nem, illetve a legutóbbi versenyem során nem, de előzőleg folyamatosan mindig más lányokhoz hasonlítottam magam, mindig megnéztem, hogy ki hogy néz ki, kikkel fogok versenyezni, ki hogyan, nem tudom, készül, ki mit eszik, ki mit iszik, ú, lehet, hogy nekem is így kéne, akkor lehet, hogy nekem is azt kellene enni. Na, ez a legrosszabb. Tehát mindig csak saját magadra koncentrálj, saját magadtól próbálj egyen jobb lenni mindegyik versenyen, úgyhogy tényleg nem másokkal próbáljatok versengeni, hanem mindig magatokkal és magatokból kihozni a legeslegjobbat. Volt egy ilyen kérdés, hogy lesz-e új
bikinid az olimpiára, általában mitől függ a színválasztásod? Lesz új bikinim az olimpiára, bár még ezt a zöld csoda bikinit nagyon-nagyon keveset járattam, ugye az a tavalyi olimpián, illetve az idei olimpia kvalifikációs versenyemben volt rajtam. Mégis most kivételesen megszületett egy teljesen új szín a fejemben, és már nagyon-nagyon várom, mert olyan lesz, ami eddig még nem. Ezt az egyet el tudom mondani, mert már nagyon sokféle bikinim volt. Piros, kék, zöld, de ez most egyik sem lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy elkezdődjenek majd a kis tervezési folyamatok, és természetesen majd titeket is beavatlak, mert ha valaki, akkor én nem az a versenyző vagyok, aki az utolsó pillanatig fekete-fehérben mutatja meg az Instagramon, hogy szerintetek milyen. Én amikor kész van, én egyben megmutatom, mert tényleg annyira gyönyörűen szokott sikerülni, hogy öröm ránézni. Úgyhogy remélem, hogy az idei is tetszik majd nektek. Mit gondolsz, lehet vegánként, vegetáriánusként is űzni ezt a sportot eredményesen, akár profi szinten is? Hogyha a bikini kategóriáról beszélünk, már pedig én arról tudok érdemben beszélni, és talán olyan információkat átadni nektek, amiket most már hitelesnek is mondhatunk. Én azt gondolom, hogy lehet. Vegetáriánusként kifejezetten, tehát hogyha még az étrendedbe belefér mondjuk a tojás, több külföldi versenyzőt is ismerek egyébként bikini kategóriában, akik brutális fizikumot tudtak már hozni. Vegetáriánus versenyzőként is. Én még nem próbáltam, illetve én ugye húsfogyasztó vagyok, nyilván próbálok azért emellett olyan zöldségeket is fogyasztani, amelyeknek magas a fehérje tartalma, tehát nem húst hússal eszem nyilvánvalóan, de az én étrendem ez hozzátartozik, én jól érzem magam tőle, nincs különösebb problémám vele, nálam nincs az, hogy egy versenyszezon után megundorodom a hústól, mert igyekszem húsokból is nagyon színesen étkezni, nagyon sokfélét, és tényleg úgy elkészíteni, hogy az mindig jó lesen. És még egy kérdés volt, hogy változik a bőrápolási szépségrutinod a felkészülés alatt, rosszabb ilyenkor a haj bőr minősége? Egy ideig, sőt elég sok ideig, az én bőröm és hajam minősége szinte még jobb is. Vagy ugyanolyan, mint egyébként az off-szezonban, vagy még jobb. Ugye rengeteg zöldséget fogyasztok, rengeteg folyadékot iszom, rengeteget sportolok, tehát igazából ezek úgymond jótékony hatással vannak, a rengeteg vitamint szedek, ugye mondanom sem kell, ezek jótékony hatással vannak a bőrre, a körömre, a hajra. Aztán ahogy jön a véghajra, ott már egy picikét nem is a változások miatt, mert alapvetően nagyon sok minden nem változik az étrendemben, a folyadékfogyasztásomban, a vitaminbevitelemben, tehát szinte mindegyik konstans, de a stressz miatt, ami ugye egyre növekszik nálam legalábbis, ahogy közeledik az a bizonyos nap, tehát a stressz azért tud rombolni, én azt gondolom, hogy a külsőnkön is, és sajnos a belsőnkön is. Számomra egyébként nagyon fontos a külső ápolása is, különösen a bőrünknek, de tényleg azt tudom mondani, hogy ha belülről nem vagy rendben, ha belülről nem vagy 100%-os, az ugyanúgy kivetül a külsődre is, a bőrre is és a hajra is. Úgyhogy a vitaminok, a folyadékfogyasztás, a megfelelő étrend az elengedhetetlen a szép bőr és a szép haj érdekében off és on szezonban is. Hát ennyi lett volna, köszönjük szépen a kérdéseket, igyekeztem mindegyiket legjobb tudásom és tapasztalatom szerint megválaszolni. Ezekből azért egy jó pár elhangzott egyébként a roadshow-on is, de ahogy említettem, ez a videó most azoknak szól és azoknak készül, akik valami miatt nem tudtak részt venni a roadshow valamelyik helyszínén. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találjátok, iratkozzatok fel a Bejtekusi YouTube csatornájára, és a feliratkozás mellett ezt a kis csengőt is benyomjátok, akkor értesítést is fogtok kapni a következő videókról. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Bejtekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és látogasd meg a weboldalunkat.